Köszöntöm nézőinket, önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük kiemelt híreinket röviden. Nyitni kék óvoda, óvoda pedagógust keres az intézmény. Csalók az oltásra hivatkozva élnek vissza az idősek bizalmával. Dal 2021 nem jutott tovább a szombati válogatón a budakalászi énekes. Óvoda pedagógust keres a Nyitni kék óvoda. A Pomázi úti székhelyre két főt, a Szalonka utcai tagintézménybe pedig egy német nemzetiségi óvoda pedagógust várnak. Az állásokra a közigállás.gov.hu felületen lehet jelentkezni. 340 óvodapedagógust keresnek most is Magyarországon. Ekkora munkaerő hiány van a pedagógus szakma ezen területén. Budakalászon 3 óvodapedagógusi állás betöltésére várják a szakemberek jelentkezését. Grünwald Tíme a intézményvezető helyettesítéssel tudja megoldani jelenleg a munkaerő hiányt a Nyitni kék óvodában. Most már hosszú ideje keresünk óvodapedagógust, két főt a Pomázi úti székhelyünkre, illetve most keresünk a Szalonka utcai tagintézményünkbe német nemzetiségi óvodapedagógust. Ami elvárás, hogy a kötött munkaidejének a felében a német nyelv használatát kérjük tőle. Tehát ezt elvárjuk. Az óvodapedagógusok jelentős terhelésnek vannak kitéve a jelenlegi helyzetben, amin szeretne változtatni az intézményvezető. A kollégák helyettesítéssel oldják meg, igyekszünk ezért plusz juttatást biztosítani nekik, hogy ők se járjanak rosszul, de nagyon optimális lenne, hogyha találnánk kollégát, mert azért ez jelentős plusz teher a kollégáknak. Nem csak időben, hanem az összes adminisztrációs tevékenység, az összes tervező munka, a szülőkkel való kapcsolattartás, tehát minden egy személyre hárul. A koronavírus járvány első hulláma alatt többen kivették gyermeküket az óvodából, biztonsági okokból, de a jelenlegi helyzetben a gyermekek többsége rendszeresen látogatja az intézményt. Tavasszal ugye volt a leállás, akkor ugye nem jártak a gyerekek, ősszel akkor még nagyobb volt az ijedelem, akkor nem jöttek sokan óvodába, de most januártól már bátrabbak a szülők, és majdnem, hogy telt házzal üzemelünk. Jövő héten már hamvazó szerda lesz, ami azt jelenti, hogy elkezdődik a bőti időszak és véget ér a farsang. A Nyitni kék óvodába ezen a héten ünneplik a téltemető tavaszváró jeles időszakot, de idén a koronavírus járvány miatt egy kicsit másként. Elmaradnak a közös rendezvények, amik így óvodán belül szoktak történni, és csoportok a saját kis helységükben külön tartják a farsangi mulatságot. Grünwald Tímea, az óvoda vezetője elmondta az állásra való jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. Miután közalkalmazotti álláshelyekről van szó, ezért a közigállás.hu-n vannak fönt a pályázati kiírások, de bárki telefonon, e-mailben vagy személyesen az intézményekben megtalál, és akkor tudok felvilágosítást adni ez ügyben. Már most szeretnénk, hogyha lennének kollégáink, de szeptembertől további két hely az biztosan lesz, mert ezt a két helyet jelenleg nyugdíjas volt kollégáink töltik be, ők segítenek ki minket. Az említett budakalászi állásokra a közigazgatás.gov.hu felületen lehet jelentkezni. A vakcina beadásának időpontjáról és helyszínéről csak a házi orvosok tájékoztathatják a korábban regisztráltakat. Hívja fel közösségi oldalán a figyelmet dr. Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár. Mint írta, az elmúlt napokban sajnos egyre sűrűbbek lettek a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos hazug telefonhívások. A csalók időpontot akarnak egyeztetni az idősekkel, hogy ezt követően a lakásukba bejuthassanak. Hívja fel a környéken élők figyelmét az államtitkár, aki óvatosságra, körültekintésre kér mindenkit, és arra, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjanak. A lakosság állapotfelmérése volt az egyik legerősebb pillére a Szentendre és Vidéke Praxis közösségnek, ahová egy körzettel Budakalász is becsatlakozott. A projekt, ahol a megelőzés is fontos szerepet játszott, tavaly decemberben zárult.
A szakmai vezető dr. Hasics Ágnes értékelte az elmúlt másfél év munkáját stábunknak. Minden korcsoportnak szóltak az egészséges életmódot előtérbe helyező programok, a Szentendre és Vidéke Praxis Közösség szervezésében, ahol a munka másfél évvel ezelőtt a páciensek állapot felmérésével kezdődött. Budakalászon is szűrőprogramokkal, dietetikai tanácsadással szólították meg a lakosokat. Dr. Gál Katalin háziorvos volt a közösség tagja a városból. Még 2017-ben adtuk be a pályázatot, ami egy Európai Uniós pályázat praxis közösség létrehozására, amit végül is 2018-ban bíráltak el pozitívan. És 2019. január 1-től indítottuk, és 20. november végéig tartott a pályázat, amit sikeresen végigcsináltunk, még hogyha a koronavírus pandémia meg is lassította. Könnyebb volt megszólítani a hölgyeket és az 50 év feletti korosztályt, a szakmai vezető szerint, aki azt is elmondta, hogy csak később lesz mérhető, hogy a program ideje alatt mennyire sikerült megváltoztatni a lakosság gondolkodás módját. A megelőzés volt a hangsúlyos ebben a másfél éves együttműködésben. Mennyire sikerült az emberek gondolkodását egy kicsit átfordítani ebbe az irányba? Ezt nagyon nehéz lemérni, azt gondolom. Viszont a paciensek lelkesedése a különböző programokon való részvételre azt gondolom, hogy jó utat jelent abban, hogy formálható. Ahhoz sokkal hosszabb idő kell, hogy az igazi egészség nyereséget ebben a tekintetben le lehessen mérni. Van-e esetleg olyan, amit megtartanak ebből az időszakból, és a későbbiekben is alkalmazni fogják a praxisok? Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos egészségi állapotfelmérés, ami egy ilyen teljes egészségi állapotfelmérés a pácienseknél, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, ám igen időigényes. Tehát ez az egy orvos, egy nővér felállásban ez nagyon nehezen megvalósítható, de én speciál erre biztosan törekedni fogok, hogy ezt tovább vigyük, és már most is, ha egy új páciens bejelentkezik a praxisba, akkor ezt az egészségi állapot felmérést, ezt már végig csináljuk, de már tartósan a praxisban levő pácienseknél is igyekezni fogunk, és ennek megfelelően úgynevezett egészségterveket létrehozni, ami alapján lehet a gondozást folytatni. Hosszú évek óta jól működik Budakalászon az egészségklub, aminek tagjai több alkalommal segítették a praxis közösség programjait, kivették részüket a szervezet munkájából. Nem csak civilekkel, de egymással is jól tudtak együtt dolgozni a programban résztvevő háziorvosok. Eleve azokkal a kollégákkal hoztuk létre a praxis közösséget, akik amúgy is szeretünk együtt dolgozni, a felmerülő problémáinkat, kérdéseinket megbeszéljük egymással, és ez a fajta együttműködés természetesen a továbbiakban is megvan. Ennek most vége ennek a szakasznak, de lesz esetleg újabb pályázat, újabb együttműködés? Pályázatról nem tudunk. A háziorvosi ellátás átalakulás előtt van, ahogy tudjuk, és ebben prioritást fognak élvezni a praxis közösségek, hogy pontosan milyen formában, milyen lehetőségekkel, részleteket nem tudunk, de hogyha ez indul és lehetőség lesz rá, akkor mi eléggé nyitottak vagyunk erre. A folytatásról még nem lehet tudni információkat, a pályázat jelenleg a lezáró szakaszban van. A pályázatban résztvevő orvosok több a közösségi programban jól működő elemet megtartanak és beépítenek saját praxisukba. Végezetül pedig mit kívánna a pácienseknek, akik valamilyen formában részt vettek a praxis közösség szervezett programokon? Azt, hogy amennyiben tovább is van lehetőségünk hasonló egészségmegőrző programok szervezésére, akkor vegyenek részt rajta, és biztassák a többieket is, hogy ezek milyen jók, és ők is vegyenek részt a programokon. Most a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra, de amint van lehetőség, a pályázat lezárultával is folytatódnak az egészségmegőrző programok Budakalászon. Még mindig írtó hálás vagyok az összes üzenetért és kommentért, amit kaptam, kapok. Sok embert említhetnék, akik ebben az intenzív időszakban támogattak.
olvasható Pejcsik Panna közösségi oldalán. A budakalászi énekes annak ellenére, hogy nem jutott tovább a Dal 2021 szombati válogatójáról, nem szomorkodik, hiszen hálás a budakalásziaknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy gondoltak rá. A Fehér Elefánt akusztik verziója versenyben lesz még. A válogató eredményétől függetlenül lehet majd szavazni rá, amit a Jazziation a cappella együttessel énekel majd a művész. A Veszprémi KKFT volt az első ellenfele a Budakalász kézilabda ZRT csapatának a KNTH férfi kézilabda ligában szombaton. A Magyar Kupából tovább jutott a csapat a negyedik fordulóba, és a bajnokságot is jól szerették volna kezdeni. Január végén a NEKA kézilabda csapata ellen játszotta első tétmérkőzését a Budakalász kézilabda ZRT a tavaszi szezonban. Szombaton egy másik bakonyi csapattal, a Veszprémi KKFT-vel mérkőzött meg hazai pályán, ahol végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, 36-29-re győzött. Szeretnék gratulálni a csokiéknak, mert fantasztikusan játszottak támadásba. Mi meg védekezésben sajnos tök az ellenkezőjét csináltuk, mint amit megbeszéltünk. Úgy vettem észre, hogy egy sebességi fokozatottal alacsonyabb szinten voltunk, mint ami tőlünk megszokott, meg elvárt. Lenne nagyon szépen szétszették a védekezésünket. Széthúzták a két-hármasunkat, és kintről sültek a lövések nekik. A második fél időben már megnyitottuk egy kicsit a falat, az már ilyen vészmegoldás volt, azért is lett ennyi a kapott gól szerintem. Azt kell mondjam, hogy ma minden tekintetben fölénk nőttek. Csoknyai István elégedett volt a látottakkal, a támadásban és a védekezésben is több megvalósult taktikai elemet látott. Azt gondolom, hogy mint a szezon kezdetén minden csapat nagyon készül a rajtra. Nekünk ilyen szempontból egy kicsit szerencsések voltunk, hogy hazai pályán kezdhettük az első mérkőzést. 4 hete végül is erre a mérkőzésre, többek között erre a mérkőzésre is készültünk, azt gondolom, hogy sikeresen, hiszen mind védekezésünk, mind a kapus teljesítménye Danival kiválóan működött. Mondom ezt annak ellenére, hogy nagyon sok gól volt a mérkőzésen, de így Csabi említette, a végjátékban az utolsó 10 percben, vagy 8-10 percben ilyen teljes pályás letámadás volt, ahol nagyon sűrűn potyogtak a gólok. Jól álltunk a védekezésben, és támadásban is sikerült megbontanunk a kis Veszprémnek a védekezését. Borbé megnehezítette az igaz a dolgunkat, de összességében azt gondolom, hogy az történt a pályán, amit elterveztünk, amit szerettünk volna, ezért dicséret érdemli a csapatot. A mérkőzésen Éles Benedek 12 góljával a legeredményesebb játékos volt. A kalászi csapatból Iván Perisic 11 gól dobott. Váci Dániel a kapuból hatékonyan segítette a hazaiakat. Készültünk nagyon erre a mérkőzésre, hogy a Csoki mondta már több hete. Itt volt a fejekbe, ehhez mérten eléggé koncentráltan is jöttünk bele a mérkőzésbe, ami látszott is. Az első fél időben voltak még apró hiányosságok védekezésben, de aztán ahogy ráéreztünk, hogy mit játszik az ellenfél, ki tudtuk húzni a méregfogaikat, és a második fél időben pedig tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, ami a végén itt az egész pályás letámadásra is elég volt, úgyhogy tényleg, ahogy a Csoki is mondta, egy jó rajtot vettünk, innen lehet építkezni, aztán megyünk tovább, és innen is szeretnék gratulálni a csapatnak. A győzelemmel a 7. helyre ugrott a tabellán a Budakalász kézilabda ZRT. A következő mérkőzést vasárnap a Dabas ellen játsszuk. Végül a várható időjárásról. Sok csapadék várható kedden is. Az esőt időnként havas eső, hó váltja fel. Többfelé megélénkül a légmozgás, napközben 1-13 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink, röviden. Csalók élnek vissza az idősek bizalmával az oltásra hivatkozva. A vakcina beadásának időpontjáról csak a házi orvosok tájékoztathatják a korábban regisztráltakat. Nyitni kék óvoda, óvodapedagógusokat keres az intézmény. Dal 2021 nem jutott tovább a szombati válogatón a budakalászi énekes. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb kedden este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt. Hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-kötőjel Budakalászon. Ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!